Idén májusban közel 20 év elteltével, mint újraélesztett sporteseményt hívták életre azt az ultramaratont, amelyben kiemelt szerepet vállalt a Miskolci Maratonklub és a Kassai Active Life szervezőbizottsága. A május 18-ai Kassa-Miskolc 113 km-es táv részleteiről tájékoztatták a sajtó képviselőit a Miskolci Városházán. A rendezők a hazai és külföldi hosszú távfutó társadalomnak kínálnak remek megmérettetési lehetőséget a programmal. A megjelent vendégeket Kriza Ákos Miskolc megyei jogú város polgármestere köszöntötte, aki szólt arról, hogy ennek a közel 20 év után második alkalommal életre hívott, széles körű nagy nemzetközi megmérettetésnek a helyszíne lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhely. Hozzátette, a két város, Miskolc és Kassa, testvérvárosi kapcsolata a sport mellett a kultúra és gazdaság terén is nagy jelentőséggel bír. 20 év után rendeznek meg ismét egy olyan kihívást, amely most is azt mutatja, hogy egy kiemelt rendezvényen vehetnek részt a sportemberek. Ezért is fogadta Miskolc városa a Maratonklub és a Kassai Klub megkeresését. A regionális együttműködést előtérbe kell helyezni, hiszen csak így lehet sikereket elérni. A polgármester kifejtette, hamarosan megépül a két város közötti autópályaút is a Via Carpatia program keretein belül, amely még szorosabbá fűzi az együttműködést. A köszöntő gondolatok után Jaroszláv Palavcsek, Kassa főpolgármestere osztotta meg gondolatait, aki örömét fejezte ki, hogy a városok régóta aktívak és ennyire együttműködőek, hiszen testvérvárosok. Hozzátette, a szlovák extraligában szereplő DVTK Jeges Medvék mellett az autópályaút viszonylatában is összekötetésben lenne Kassa és Miskolc. Szólt arról, hogy ezt a konferenciát azért hívták össze, hogy ismertessék a második ultramaraton verseny részleteit. Végül sok sikert kívánt a szervezőbizottságnak és résztvevőknek a főpolgármester, aki bízik a további közös programokban. Katona Ferenc, a szervezőbizottság elnöke egy hasonlattal élve kezdte a beszédét, aki a több évtizedes kihagyást, mint Csipke Rózsika álmát hasonlította az újraszervezéshez, amely 20 évig szunnyadt. Ez a rendezvény összeköt mindenkit történelmi, kulturális és gazdasági szempontból is. A sport mellett azonban a középítés is rendkívül fontos az új épülő autópályú tekintetében, ezt szolgálják az 5 és 10 fős váltók is. Igazából ez egy kihívás azoknak, akik a teljes távot teljesítik. Azért van még lehetőség 5 és 10 fős váltók indulására, hogy ez egyben egy közösségépítő megmozdulás is. Ez az egyik üzenete. A másik pedig az, hogy Kassa testvérvárosunk, és a két város kapcsolatát erősíti, ez a másik fontos üzenete. 1999-ben, azaz 20 évvel ezelőtt először került megrendezésre a Kassa-Miskolc ultramaraton. Akkor elmondhatom, hogy 20 éve szunnyadt, és most mi a Miskolci Maratonklubbal szeretnénk újjáéleszteni, és ebből hagyományt teremteni. Nem az eredeti útvonalon akartuk, ahol legelőször megrendeztük, mert ott már nagy a forgalom, és ezáltal a Hernád völgyébe tereltük a itt látható településeken keresztül, rajta Kassai Dómnál, és a cél pedig Miskolc város főterén lesz. Ez egy... mondhatnám, hogy újszerű vállalkozás, mivel 20 év, említettem, hogy 20 évet szunnyadt, ezért egy-két nevet azért tudok mondani. Bogár János, aki nagy klasszikus ultrafutó, ő már leadta a nevezését, és több olyan csapat, aki például a rendőrség, a megyei rendőrkapitányság, városi rendőrség és az önkormányzat váltói is ott lesznek a rajtnál. A szervezőbizottság elnöke szólt arról, hogy a 13 órás szintidőt csak a legjobbak és leginkább felkészültek tudják teljesíteni. Fontos a példamutatás is, ezért miskolci szervezetek is rajthozálnak a Kassai Dómtól induló embert próbáló kihíváson. A 10 települést és városrészt érintő útvonal csak közös összefogás útján érhető el, amelyből mindenki aktívan vette ki a részét.